Szerintem előző életemben boszorkány lehettem. Vagy vámpír. A vámpírok tudnak-e ülni? Azok tudnak, csak igazán nézd. Kerkai Rita rendezésében a Pelikán fészekben mutatják be Dóka Péter a Kékhajú lány című kisregényének színpadi adaptációját. A lány vámpírokat rajzol, fekete a körme és kerekes székben ül. Ő Mira, a kékhajú lány, aki éppen várja a csodát, mert csodára néha szükség van, főleg egy kórházban. De nem a csoda érkezik, hanem a 13 éves Olivier. A fiúnak nincsenek barátai, a plüss patkányával alszik és szeret felmászni a magasba. Kórházba is azért került, mert leesett egy fáról. Nekem olyan ez a történet, mint Mirának a mesék a halhatatlan vámpírokról, akik nem halhatnak meg, mivel már meghaltak. Hogy azt éreztem, hogy ez egy olyan történet, ami nekem személy szerint erőt ad, úgy, mint ahogy Mirának ezek a mesék, és hogy van egy történet, ami egyáltalában nem realista, de mégis valahogy olyan elemeket tartalmaz, amivel mindnyájan már találkoztunk. Ha tudtam volna, Lacka, hogy a kis barátnődet is hozott, hát jobban kicsiben magam. A gyerekosztály a kalandok, a titkok és a furcsa álmok helye. Olivier itt barátokra talál, és sokkal jobban érzi magát, mint odahaza. Mindenki megpróbál segíteni, aki beteg vagy boldogtalan. De leginkább egy valakit szeretne megmenteni, a félelmei elől álomvilágba menekülő kékhajú lányt. Valójában a csoda az, hiába jó cselekedetek vannak, szóval abszolút meseszerű az egész, és próbált áll ki a főszereplő fiú Olivier, mégis valahogy a valódi csoda az, hogy találkozni önmagaddal, és hogy azt, amit önmagadban megkeresel, kőkemény munkával, azt valahogy oda eljutatni másokhoz, hogy az a másik életében is hasznos legyen. A darab az empátiáért kiállt, hiszen olyan tabu témákat feszeget, mint betegség, halál, amiről a felnőttek vagy nem mernek beszélni, mert ők maguk sem tudnak, a saját félelmeik miatt, vagy mert meg akarják spórolni a szembesülést a ténnyel, hogy valamennyien múlandóak vagyunk.